Tisztelt ünneplő honfitársaim! Koncz Veronika, az Újember munkatársa 2013-ban írt a nemzeti ünnepünkre vonatkozó publicisztikájában a következő gondolatokat, amit ma szeretnék ünneplő honfitársaim veletek is megosztani. Ha van szép és reménykeltő nemzeti ünnep, az március 15-e. Ezt a napot nagyon lehet szeretni. Petőfi lángoló versei, a kezdődő tavasz reménye, a fiatalság lendülete, az erőszak nélküli forradalom minden ereje benne van. S persze szépé varázsolja a messzeség is. A szemtanúk már nem élnek, s a jelenkor mindig hajlamos a múltat nemesebbnek, tisztábbnak, értékesebbnek látni. Egy nemzeti nap olyan, mint egy családi ünnep. S hogy tudunk-e méltó módon részt venni rajta, nem csak attól függ, ki milyen kapcsolatban áll egymással, hanem hogy viszonyra, véleményre, hajdani sérelmekre való tekintet nélkül körül tudjuk-e ülni a nagy asztalt. Az emberi viszonyok időnként bonyolultak. Adódhatnak nézeteltérések, viták, sőt évtizedekig elhúzódó családi viszályok is. S megesik, hogy épp a családi ünnep napján robban fel egy régóta ketyegő bomba. Vagyis a családi ünnepekben sokféle lehetőség rejlik. Kibékülés, összeveszés, tisztázás, vagy éppen az addig rendben hittek összekeverése. Az elmúlt években nemzeti ünnepeinkre is rátenyerelt a politika. Minden pártnak külön megemlékezése van, s híveik külön járnak ünnepelni. Bármilyen nyomós oka is van ennek, nincs jól így. Kis nemzet vagyunk, amelyet természetesen a határon túl élő magyarokkal együtt alkotunk. Nagy család a miénk. Ha számba vennénk, magunk is csodálkoznánk, mennyivel több az, ami összeköt bennünket, mint az, ami szétválaszt. Őseink meglehetősen erős fából faragták azt a nagy asztalt nekünk, amelyet csak körül kéne ülnünk. Nagynak is faragták, szélesnek is. Mindenkinek jut helye körülötte, még a nem szeretem rokonainknak is. Tisztelt müncheni és München környéki magyar és lengyel honfitársaim! Helyes és illő, hogy ünneplésünk müncheni nagy asztalához együtt tudunk ma is ülni. Erős fából faragott asztal ez, bőven van hely itt mindenkinek. Hatalmas dolog itt ma az a felismerés, az a szép és értékes gyakorlat, hogy különbözőségek, sokféleségek, a gazdag sokszínűség ellenére mi együtt tudunk és együtt akarunk lenni, mert így kívánjuk átélni a nagy család örömteli és felszabadító élményét. Valljuk, hogy ma is sokkal több minden köt és kovácsol össze bennünket, mint ami szétválaszt. Ez a felismerés azonban nem egyszerűen saját emberi bölcsességünk gyakorlatias felismerése. És nem is csupán a történelem szülte kényszer. Nem pusztán emberi tövekvés, hanem személyes hitem szerint. Igen, ez Isten akarata. Ez Isten rendelése. Mert összeköt minket nem csak a teremtés rendjében kapott emberi tényező, a nyelv, a kultúra, a vérség, a közös történelem, egy ünnep, de összeköt minket a felfele tekintő hit is, amely összekötő kapocs ég és föld között, amelynek megélése közösségünk előtt mérhetetlen távlatokat és lehetőségeket nyit meg, illetve nyithatna meg. Az iménti videóbejátszásban, amint láttuk, és maga a csapat, akik ezt játszották, nemzetközileg is elismert egyfajta hungarikumnak számítanak, az iménti videóbejátszásban
a nemzeti szimbólumaink, mint a zene, a tánc, a színek és az ehhez társított ízek és illatok a maguk sokszínűségében, mint identitásunknak, önazonosságunknak az elemei, mind egyre néznek. Mégpedig arra az egyre, amit ki akarnak ezek a nemzeti szimbólumok fejezni, mégpedig azt, hogy magyar vagyok. Magyar vagyok, és ezt felvállalom a maga szépségével, a maga terhével és szenvedésével együtt, bárhol is élek ezen a nagyvilágban. Magyarként képes vagyok olyan célt és értéket teremteni és felmutatni, amit büszkén fel tudok vállalni a nagyvilágban, és amivel azonosulni tudnak, sőt, amiért küzdeni is tudnak más népek és más nemzetek is. Ilyen cél és érték volt a szabadság is, amit a márciusi ifjak és az 1848-as szabadságharc és forradalom hősei felmutattak, amiért válvetve harcoltak és ontották vérüket magyarok és igencsak nagy számban lengyelek is Bem József tábornok vezetésével. Ne feledkezzünk meg, ünneplő honfitársaink, lengyel honfitársaink 1848-as, 49-es hősies csatáiról és azóta is számtalanszor megmutatott őszinte bátor kiállásukról, barátságukról. Wenger Polak, Dwabra Tanki, Ido Szabli, Ido Szklanki. Ünnepi megemlékezésünk révén felelevenítjük a 48-as szabadságharc szellemiségét, hangulatát, de egyben a jelenbe és a jövőbe is tekinteni akarunk. Egyfajta üzenetet, irányvonalat is igyekszünk megfogalmazni a mának. Reméljük, ünnepi műsorunk, ünnepi megemlékezésünk eléri ezt a célját. Nagyon szeretettel köszöntjük körünkben ünnepi megemlékezésünk fő előadóját, Kondor Katalin közgazdász, újságírót, rádióelnököt. Örvendünk, hogy elfogadta meghívásunkat, és hogy megtiszteli ünnepi megemlékezésünket. És nagyon szeretettel köszöntjük Magyarország müncheni főkonzulátusa képviseletében dr. Németh Krisztina vezető konzult. Örvendünk, hogy itt van, hogy itt vannak, és ez alkalommal fel is kérem, hogy tartsa meg ünnepi köszöntő beszédét. A müncheni magyar főkonzulátus nevében, Tordai Lejkó Gábor főkonzul képviseletében engedjék meg, hogy mély tisztelettel köszöntsem a mai ünnepi beszéd megtartóját, előjáróban Kondor Katalin asszony, és természetesen... Igen? Így most már jó? Nem? Akkor nem tudom. Jó? Jobb? Most jó. Ja, akkor csak be kellett állítom. Jó. Akkor elkezdem még egyszer. A müncheni magyar főkonzulátus nevében, Tordai Lejko Gábor főkonzul képviseletében engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem a mai napi ünnepi beszédet megtartó Kondor Katalin asszonyt, valamint a regemlékezés házigazdáját, Csákvári Dániel lelkész urat. Köszöntök egyben szeretettel mindenkit, aki a mai megemlékezésen családtagjaival vagy egyedül jött el, minden honfitársad. A Magyarország és Lengyelország között évszázadok óta tartó szoros történelmi és politikai kötelék és a közös barátság jeleként minden év március havának 23. napját a Magyar Országgyűlés és a Lengyel Szejm 2007. márciusában az egyedülálló testvériség hivatalos napjaként a Magyar-Lengyel Barátság napjává nyilvánította. Ezért a Magyar-Lengyel Barátság napja alkalmából szeretettel köszöntöm a megemlékezésen megjelent lengyel barátainkat is. Drodzi Priaciele. Amikor március 15-ére modern politikai nemzetünk születésnapjára emlékezünk, fejet hajtunk a forradalom neves és névtelen hősei előtt,
azok előtt, akik elindították hazánkat a nyugati polgárosodás útján. Azok előtt, akik készek voltak életüket áldozni a magyar függetlenségért, akiknek bátorságát és szabadságszeretetét Európa szerte is tisztelet övezi. A 48-as polgári forradalmunk eszméiből magyarok nemzedékei merítettek hitet és erőt, hogy ha kell, fegyverrel, ha kell, passzív ellenállással, ha lehet, bölcs és alkotmányos kiegyezéssel juttassák érvényre akaratukat országunk jövője érdekében. Több mint másfél évszázad távlatából ezért idézzük fel évről évre a forradalom történetét, mert az ott teremtett értékek ma is megkerülhetetlen igazodási pontokat jelentenek számunkra. Ez a nap hozta el először a polgári felemelkedés esélyét nemzetünk életébe. Mi, magyarok, ezen a napon teremtettük meg először annak a lehetőségét, hogy demokratikus, jogállami kereteket biztosítsunk országunk gazdagodásához. Mindez együtt biztosította, hogy olyan modern nemzetté válhassunk, amelyben sokféle érdek van ugyan jelen, mégis képes egy irányba haladni. Március 15 fénye semmit nem veszített az erejéből az elmúlt 168 évben. Március 15-e a forradalom legszebb napja volt. Akkor még bízni lehetett abban, hogy vértelen marad. A magyar szabadságért vívott harc, amely 167 évvel ezelőtt a forradalom véres leveréséhez vezetett, 1867-ben a kiegyezésben megtestesülve hozta meg első gyümölcsét, amely máig is ható dinamikus, gazdasági, társadalmi, kulturális fejlődés útján indította el a magyarságot. 1848. március 15 óta mi magyarok soha többé nem engedünk a 48-ból. Mindvégig kitartottunk a magyar szabadság, a függetlenség és polgárosodás évszázadokon átívelő, nem egyszer vérrel megpecsételt nemzeti programja és eszméi mellett. Bárki is próbált minket eltéríteni, vagy visszariasztani ettől. A márciusi ifjak és Battyányi, Kossuth, Széchenyi példája, Bemapó és a mártírrá lett magyar tábornokok hősiessége 56 ifjúságának is reményt nyújtott. Mint ahogyan 26 évvel ezelőtti szabadságküzdelmeinkben is fontos szerepet játszott mindaz, ami a Petőfi téren, a BEM szobornál, vagy éppen a Szabadság téren történt. Most, mint akkor, március idusán is, az előttünk álló feladatokhoz nemzeti összefogásra van szükség, hiszen ki nem tudná, akkor a közös cél érdekében összefogó nagy magyarok alkatukban, beállítottságukban, politikai nézeteiben különbözőbbek már nem is lehettek. A konzervatív Széchenyi vagy Battyányi, a liberális Kossuth, a radikális Petőfi vagy a baloldali Táncsics képesek voltak összefogni az egyetlen közös cél a magyar nép szabadsága és függetlensége érdekében. Ők mintául szolgálhatnak nekünk, a jövő Magyarországának, hogy érvényét veszítse a közmondás, ahol két magyar megjelenik, ott a széthúzás is felüti a fejét. Március 15-e máig is, sőt ma is különösen érvényes tanulsága, érdemes, mi több, kötelező küzdenünk közös céljainkért, mert anélkül nincsen nemzeti felemelkedés. Köszönöm szépen!
Konduljanak meg a vészharangok, nekem is köteletkezemben reszketek, de nem a félelemtől. Fájdalom és düh habzik szívembe. Fájdalom, mert düledék hazámra új viharnak közelettét látom. És düh, mert tétlenkedünk, mert nem szakad le szemünkről az álom. Pillanatra fölriadt a nemzet, s szétnézett, mi zaj van a világban. És a másik oldalára fordult, s mostan újra aluszik javában. Ébredj, Isten verte nemzet, aki ott az első közt lehetnél, s kárhozatos lomhaságod által mindig hátul és alant hevertél. Ébredj hazám, mert ha most nem ébredsz, soha többé nem lesz ébredésed. S ha ébredsz is, annyi időd lesz csak, míg nevedet sírkövedre vésed. Föl hazám, föl! Százados mulasztást visszapótol egy hatalmas óra! Mindent nyerni! Vagy mindent veszítni. Ezt írjuk föl ezer lobogóra. Legyen olyan minden ember, mintha Zrínyi Miklós unokája volna. Harcoljon úgy minden ember, mintha egyedül rátámaszkodnék honnya. Ó, de akkor? Akkor nem veszünk el. Akkor élet és dicsőség vár ránk. Akkor saját örök birtokunk lesz, amiután eddig csak sóvárgánk. Föl hazám, föl nemzetem, magyar nép! Lépj a sikra gyorsan és egyszerre, mint a villám oly váratlanul és oly erővel tör ellenségedre. Hol az ellen, kérdezed? Ne kérdezd. Mindenütt van, ahová tekintesz, s legnagyobb és legveszélyesebb az, ki mint testvér símul kebleinkhez. Könnyű bánni külső elleninkkel, ha kivesznek-e belső bitangok. Félre mostlant, futok a toronyba, megkondítom azt a vészharangot. Mint jó fiat, kit itt ölel szaladt.
Ölej, hát hű szívű van, mint jó fiat, ki fitt öregsz a van. Ölej, hát hű szívű van, mi nem voltak vagyunk, de fitt öregsz a van. Nem vagyunk, hát hű szívű van, ki örök tűz lesz, és sírja lesz. Ölej, hát hű szívű van, mint jó fiat, kit itt ölelsz a nap. Ölej, ölej, hát hű szívű van, mint jó fiat, kit itt ölelsz a nap. Készülj, hazám! Készülj, boldog haza! Oly ünnep vár reád, amilyet még nem pipázott magyar ember, amely majd hét országra szól, mint a lőcsei kalendárium. Készülj, hazám! A bécsi német egytől egyig mind megveszett, Istentől elrugaszkodott, az ördögnek adta lelkét. És mostan e bélpoklosok ezt kúrjogatják. Minékünk a szabadság árnyéka nem kell, maga a szabadság kell minékünk. Teljes szabadság minden áron. Így kúrjogatják e sátán cimborái. És mi lesz a vége e historiának? Az lesz a vége, hogy császárjókat, kegyelmes, jó császárjókat elkergetik. Családostól elkergetik, Isten Jehova úgyse elkergetik. De ez lesz a magyarra nézve a szerencse napja, a boldogságnak égi ünnepe. Közénk fog jönni a császár és családja, fölséges család, így fognak hozzánk szólani. Hű, magyarok, mi mindig bíztunk bennetek, mindig szerettünk titeket, legjobban, legatyaiabban szerettünk népeink között. Ím kebletekre borulunk, öleljetek meg, kedves, hű fiaink. És kell-e több mi nékünk? Nékünk hű magyaroknak? Letérdelünk előttük, vandor saruikról a port lenyalják csókjaink, s a hála és öröm könnyűi, melyek majd mind egy második Duna fognak keresztül folyni a hazán, és egy kiáltás lesz a nemzet, egy olyan óriás kiáltás, melytől a csillagok potyognak. Vitam et sanguinem pro rege nostro! Mint hajdanában bőgtek a dicső apáink, s ha lesz köztünk olyan vakmerő, kinek eszébe jut, hogy 300 óta úr hazánkon a Habsburg család, s azóta a hazának nem volt egy gondolatja, nem volt egy érzeménye, mely édesebb a kárhozatnál. Az ilyen vakmerőt, az ilyen szemtelent, az ilyen háladatlant honárulónak deklaráljuk, és nyársra húzzuk. Készülj, hazám, ez ünnepére, készülj! És örvend, ó, boldog haza! S ti elcsapott királyok itt Európában valamennyien, gyertek mi hozzánk! A jó magyar nép szívesen lát,
dicsőségének tartja, ha hizlalhat benneteket. Gyertek mi hozzánk, kosztot, kvártét adunk, s az elveszett királyi címek kárpotlása véget, majd táblabírokká teszünk. Győzni fogunk, hogy
Szolgaságunk idejében minden ember csak beszélt. Mi valánk a legelsők, kik tenni mertünk a honért. Mi emeltük föl először a cselekvés zászlaját, mi riasztok föl zajunkkal nagy álmából a hazát. A földet, mely koporsó volt, s benne egy nemzet a halott, megillettük, és 14 millió szív fölrobogott. Egy szóvá, s egy érzelemmé olvadt össze a haza, az érzelem lelkesülés, a szó szabadság vala. Ó, ez ritka szép látvány volt, s majd, ha vénül a világ, elmondják az unokáknak ezt a kort a nagyapák. És mi Becsben hírben álltunk, míg tartott a küzdelem, de becsünknek, de hírünknek vége lett nagy hirtelen. Kik nem voltak a csatán, a diadalhoz jöttenek, s elszedték a koszorúkat, mert a szóhoz értenek. E sereg, mely míg a harc folyt, el volt bújva vagy aludt, így zúgott a diadalnál, mi viseltünk háborút. Legyen tehát a tiétek a dicsőség és a bér, Isten neki, nem küzdünk mi, sem dicsőség, sem díjért. És ha kell, és ha újra kell tenni, akkor újra ott leszünk, és magunknak bajt, s ti nektek koszorúkat szerezünk. Viseljétek a lopott hírt, a lopott babérokat, nem fogjuk mi fejetekről leszaggatni azokat. Abban lelünk mi jutalmat, megnyugoszunk mi azon. Bárki is a dicsőség, a hazáé a haszon. Ha felmegyek Kolozsvárra, egyenest a fellegvárba, ott látok sok urat ülni, akik el fognak ítélni. Rám is nyomnak egy pár évet, szabadulnék, de nem lehet. Írtam haza az anyámnak, küldjön ruhát rabfiának. S el is jött az édesanyám, sírva réva borult rejám. Sírhatsz anyám, jaj szóval is, egy fiad volt, rab lett az is. Dezirek zörög a vasajtó, most jön be a rabvizsgáló. Vizitálja a börtön falát, nem rúgtam ki az oldalát. De nem is rugom, nem is vágom, szabadulásomat várom. Mert meg fogok én szabadulni, nem fogok én raboskodni. S hogyha megtalálok halni, ki fog engem elsiratni? Elsirat az én jó anyám, aki gondot viselt rejám. S hogyha megtalálok halni, minden ruhám rám kell adni, koporsom se legyen másból, fehér orgona virágból.
S koporsom se legyen másból. Fehér orgona virágból. Ó, szabadság, hadd nézzünk szemedbe, oly sokáig vártunk rád epedve. Annyi éjjel által, mint kísértett bolygott lelkünk a világba érted. Kerestünk mi égen, földön téged, egyetlen egy igaz istenséget. Te vagy örök, a többi mind bálvány, mely leroskad egy ideig állván. S mégis számkivetve voltál, mint Káin buldozgoltál, szent nevedet bitóra szögezték, érkezésedet a hóhérok lesték. Megszűnt végre hosszú bujdosásod, sírba esett ki neked sírtásod, bevezettünk s uralkodás véget, elfoglaltad a királyi széket. Te vagy a mi törvényes királyunk, trónusodnál ünnepelve állunk, körülötted millió-s fákja, meggyűl szíveink lobogó lángja. Ó, tekints ránk, fönséges szabadság, ves ránk egy éltető pillantást, hogy erőnk, mely fogy az örömláztól, szaporodjék szemed sugarától. De szabadság, miért halvány az orcád, szenvedésid emléke szállt hozzád, vagy nem tettünk még eleget érted? Koronádat a jövőtől félted? Ne félj semmit, megvédünk. Csak egy szót, csak emel föl, csak mozdítsd meg az ászlót, s lesz sereged ezer és ezernyi, kész meghalni vagy diadalt nyerni. S ha elesnénk egy szálig, mindnyájan feljövünk a sírból éjfél tájban, s győztes ellenségednek megint kell küzdeni kísértő lelkeinkkel. Hallottad a szót? Rendületlenül? Midőn fölzengi miriád ajak, s a millió szív egy dalon hevül, egy lángviharban összecsapzanak. Ó, értsd is a szót, és könnyelmű szájon, merő szokássá, szent imád, ne váljon. Sokban hívságos elme kérkedik. Irányt még jóra, szépre is az ád, nem mondom, ahont ők nem szeretik, de jobban a tapsot, mint a hazát. Ó, értsd meg a szót, és hiú dagályon olcsó malasztá, szent imád, ne váljon. Fénytűz csinál érzelmivel nem egy, kinek világát csak divat teszi. Őnál a köntös, ebb, ló egyre megy, s a honszerelmén a hölgyét veszi. Ó, értsd meg a szót, s függve női bájon, külcsillogássá, szent imád, ne váljon. Van fájdalom, kinek cégér hona, ha tőzsér, alkusz és galambkufár, ki innen? E hely az úr temploma, rátok az ostor pattogása vár. Ó, értsd meg a szót, kincs arany kínáljon, nyerészkedéssé, szent imád, ne váljon. Szeretnie hont gyakran oly nehéz, ha bűnbélyek sötétül homlokán, gyarló erényünk öntagadni kész, mint Péter a rettentő éjszakán. Ó, értsd meg a szót, fényben vagy homályon, de kis hitűvé, szent imád, ne váljon. Szeretni a hont, még nehezebb, midőn az ár nő, ostromol, ragad, és kebeleden bevérző honfisebb, bújsz a tömegben, átkos egymagad.
Ó, értsd meg a szót, s győzve a ragályon, káromkodássá, szent imád ne váljon. Hallottad a szót? Rendületlenül. Ábránd, hiúság, múló kegy, javak, lenne a sikamló tér, nyomás felül. Vész és gyalázat el ne rántsanak. Ó, értsd meg a szót, árban és apájon, szírt a habok közt, hűséged megálljon. A hajók, süllyednek a poklokra, az árbóc és vigorla, megtörve tépve, megtörve tépve lóg. Tombolt ki, te özönvíz, tombolt ki magadat, utasd mélységes medred, s dobáld a fellegekre bőszült ajtékot. Tisztelt ünneplő közösség, kedves honfitársak, kedves lengyel sorstársak! Forradalmat ünneplünk ma, olyat, amelyből az elmúlt két évszázadban kettő is megadatott a magyarságnak, és világra szóló dicsőséget jelentett mind a kettő. 1848 is, meg 1956 is. Világtörténelmi jelentőségét illetően sok a hasonlóság a kettő között, de ezen a napon az elsővel foglalkozunk, 1848-szal.
Gondoltak már arra, hogy milyen eredménnyel járna egy közvéleménykutatás arról, kik voltak a márciusi ifjak? Mit tartalmaz a 12 pont? Kik haltak meg Aradon és Budapesten a hóhér keze által, vagy a kivégző osztag golyóitól az elbukott szabadságharc után a Habsburgok parancsára? Attól tartok, szomorú eredménye lenne ennek a közvéleménykutatásnak. Sötét, tudatlan és agymosott korban élünk, amit persze felvilágosultnak, a technika és az információ korának neveznek, a dolgok mélyére nem látó, a felszínes média és a fogyasztást a legfőbb értéknek tekintők által elbutított emberek. Az elmúlt évszázadokban, és különösen az elmúlt 60 esztendőben nem tartották fontosnak, és ma sem tartják, hogy történelmet tanítsanak nekünk, igaz történelmet. Hogy miért? Első megközelítésben a válasz egyszerű, mert évszázadok óta kicsiny kihagyásokkal mindig idegen uralom alatt éltünk. Török, Habsburg, szovjet, most meg a globális érdekek akarják megszabni nekünk, mit gondoljunk a világról és benne magunk szerepéről. Vedd el egy nép történelmét, és azt csinálsz velük, amit akarsz. Szól a régi hódítók sokszor bevált receptje, és ezt alkalmazták nálunk is a külső-belső elnyomók. Akik nem akarták azt, ami pedig egy népet nemzetté tesz, hogy már kisiskolás korunkban magunkba szívjuk ennek a létszámában már nem túl nagy, de történelmében hatalmas népnek az igaz históriáját. Pedig enélkül nehéz méltón ünnepelni. Így aztán sokan nem is tudják, hogy ünnepelni és emlékezni jó. A családban is, és a nemzetben is. Jó választ keresni és kapni arra a kérdésre, ki vagyok én, kikhez tartozom, honnan jöttem, mit kaptam örökségül, és mit kell megőriznem és átadnom az utánam jövőknek. Nos, a magyarok múltjában sok-sok dicsőség van, és sok bukás is. Ez utóbbiakból, és így van ez a magánéletünkben is, többet lehet tanulni talán, mint a dicsőségből. Aztán van dicsőséges bukás is, például az 1848-as forradalom és szabadságharcé, amely nagy ünnepünk. Jó ilyenkor emelkedett módon viselkedni, felidézni a múltbéli eseményeket, és érezni, hogy összetartozunk. Emlékezzünk hát! A 19. századi reform törekvések idejét 1830-tól számítjuk. Az akkori politikusaink, régi szép idők, tehát 1847-ig, 17 esztendő alatt elérték, hogy a magyar nyelv államnyelvé vált, a politikai foglyok zömét szabadon bocsátották a Habsburgok, létrejött az ellenzéki párt, a sajtó a magyar szabadság ügye mellé állt, és különböző egyesületek alakultak, amelyek közül később a Védegylet lett a legfontosabb. 1847-re felépült a Nemzeti Múzeum, Pozsonyban megnyílt a világ második távíróállomása, felavatták a Pest-Szolnok közötti vasútvonalat, díjat nyert Arany János toldia, és elkészült Petőfi Sándor egyetlen hiteles fényképe. Mindezt tehát 17 év alatt érték el az akkoriak, persze csak néhány elemét soroltam ezeknek az eredményeknek. Tessenek csak elgondolkodni, ez még mai, technológiailag nagy sebességre kapcsolt korunkban is elismerést kivívó teljesítmény. Nos, 1848 és 49 a tervek szerint a további reform törekvések valóra váltásának időszaka lett volna, a nemzet vágyait a béke, a szabadság és az egyetértés óhajtásának jegyében 12 pontban foglalták össze. A márciusi ifjak természetesen. Mit kíván a magyar nemzet címmel? Mégpedig azért, hogy népből nemzetté váljunk. Csoda történt akkor. Arisztokrata és polgár, főúr, nemes és jobbágy egyet akart. Lényegében ez történt 1956-ban is. 1849-ben is a magyarok szabadságharca tartott legtovább, és 56-ban is ez a nemzet mutatott példát elszántságból és hősiességből. Ez a kis magyar nép, amely ugye mindkétszer elbukott, de mindkétszer elindított egy folyamatot, amitől más lett a világ. Ezt nevezhetjük dicsőséges bukásnak, amire büszkék lehetünk. És van egy sor dolog, amire nem. Arra például, hogy Magyarországon a 20. század közepétől hosszú évtizedekig az ünneplés jogát is elvették az emberektől.
Ahogy már említettem, saját történelmünket titkolták, és titkolni próbálják még ma is a megmaradt gondolatrendőrök, mert belőlük bizony nem kevés van szerte a világon. Odahaza ugye lassan 10 éve bizony a valóságos rendőrök is durván megsértették az ünnepelni szándékozó békés emberek jogát az emlékezéshez. 2006-ra Gyurcsány uralkodására gondolok. Hiába hittük, hogy lezárult a múlt, vége a suttogva kimondott igazságok korának, tévedtünk. Az igazságot azóta szerte a világon megint csak suttogva, vagy félig mondjuk ki. Tovább igazgat a politikai korrekt beszéd, a PC, a mögötte megbújó fortélyos félelem, pedig alig ha hinném, hogy bele kellene nyugodnunk abba, hogy a hazugság mindennél hatalmasabb ezen a földön, és hogy a nemzetek jövőjét végleg elnyelje a gonosz áradata. Miközben állítólag demokrácia van. Különös viszonyban van az ember az idővel. Ami a saját életünkben történt, arról gyakran gondoljuk, mintha ma lett volna. Ám amikor történelemről beszélünk, olyan eseményekről, melyeket nem éltünk meg, azok a messzeség ködébe vesznek, akár 60 éve estek meg, akár 168. Ennek fényében különös kimondani, hogy amiért a márciusi ifjak harcoltak, hogy amit a magyar nemzet akkor kívánt, az ma is jó rész csak kívánalom. Nem tudom, a mai ifjak és kevésbé ifjak fújják-e kívülről a 12 pontot, de gyanítom, hogy nem. Különben talán több szó esne arról a képtelen állapotról, hogy a benne foglaltakat 168 esztendő alatt sem sikerült megvalósítani. Nézzük csak, mindjárt az első pont így szól. Kívánjuk a sajtó szabadságát, a cenzúra eltörlését. Nos, kívánni kell bizony ezt most is, hiszen a sajtó sehol a világon nem szabad. A régi cenzoroknál is sokkal rafináltabban kötik békjóba a pénz erejével. A cenzúrát ma a sajtót tulajdonló emberek jelentik, és nem az erkölcs és a szakma szabályai diktálnak. De nézzük például a 4. pontot. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Ugyan már a kettős mérce világában, abban a világban, ahol egy nálunk nemrég megjelent könyv tanúsága szerint címe Keresztény üldözés a 21. században, és ajánlom is figyelmükbe. Nos, a világ összes országában vagy keresztény üldözés van, vagy keresztény ellenesség. Ez utóbbi jellemző Európára, ahol ha nem is üldözik a kereszténységet, de ellenzik, elég, ha csak az unió alkotmányára gondolunk, meg számos esetre, ami beleillik a keresztény ellenesség fogalmába. De nézhetjük az 5. pontot is. Nemzeti őrsereget. Na, azt jól megszüntették. És a 10. pont is ide tartozik. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra, magyar katonáinkat ne vigyék külföldre, a külföldieket vigyék el tőlünk. Azt hiszem, ezt nem kell magyaráznom. Sorolhatnám még a pontokat, mindegyiken érdemes amúgy hosszabban elgondolkodni, és az egész földön, nem csak odahaza, és nem csak a magyaroknak. Ám a lényeg az, hogy a mikorunk 12 pontját nekünk is meg kell alkotnunk. Ebben két fontos elvárásnak mindenképpen szerepelnie kell. Először is, hogy az ország nem eladó. A miénk se, Magyarország se. Aztán meg nélkülünk, a civil társadalom nélkül senki, még a magasságos Európai Unió se hozhasson olyan törvényeket, amiket hátunk mögött bennünket kihagyva alkotnak meg. Márpedig az elmúlt esztendők így zajlottak. Ezért ebből elég, nem engedhetünk a 48-ból. És még egyszer megismételném, amit már mondtam, nagyon fontos, hogy tisztában legyünk a magyar történelem folyamatosságával is, a hibáival. És hinnünk el abban, amiben 1000 esztendővel ezelőtt Szent István király hitt, hogy itt, a Kárpát-medencében megszülethet egy önálló, tekintélyes szép ország, feltéve, ha elegendően hisznek abban, hogy valóban megszülethet. És ehhez 3 dolog kell. Hinni, tudás, valódi tudás, meg erkölcs. Egyszerre. Merjünk tehát nagyot álmodni, hinni, tudni és erkölcsösen élni persze egy egész életre szóló feladat. Magam részéről mélységesen hiszek abban, hogy minden népnek az a dolga itt a Földön, hogy higgyen saját nemzete és persze az emberiség hivatásában. Abban, hogy lehet és kell is embernek lenni mindig, minden körülményben. Isten azért teremtette ilyen sokszínűvé a világot, mert akart velünk valamit, mindnyájunkkal, akik hisszük és valljuk őt. Helyünk van tehát itt, és dolgunk is, nem is kevés. Legyünk munkatársai jónak, és ne hagyjuk soha,
hogy bárki leigázzon bennünket. A szabadság és a szabad akarat Isten legszebb ajándéka. Ám nem lehet meg rend nélkül, amelyet a törvénynek kell biztosítania. Ez 1848 üzenete örökérvényűen. Tavasz lesz mindjárt, változásra vár a világ. Talán sokan túlzónak tartják, amit mondok, de én úgy érzem, most dől el, lesz-e még nemzet a világon, lesz-e Európa, vagy megindul egy óriási felszámolás, egy nemzethalál. Közel állunk ehhez, de elkerülhetnénk. Erkölccsel, bátorsággal, férfi bátorsággal, bölcsességgel és munkával. Ravasz László püspök szavait idézem 1947-ből, de máig aktuálisan. Ha teherképpen és szégyenkezve hordozzuk azt, hogy magyarok vagyunk, a nemzethalált semmi fel nem tartóztathatja. És ez a mondat nem csak Magyarországra érvényes ma a világban. 1848 szereplői büszkék voltak magyarságukra. Ez a mi dolgunk, és nem is kevés. Köszönöm, hogy meghallgattak, és engedjék meg, hogy egy a márciusi ifjakhoz kapcsolódó anekdotával zárjam ezt az ünnepi megemlékezést. Ennek is lesz, vagy van mához szóló üzenete. A Pilvax kávéházban történt 1848. március 14-én. Midőn a márciusi ifjak a teendőkben már legnagyobb részt megállapodtak, Petőfi felszólal, és azt mondja, hogy a holnapi nagy napra neki is van valamije, ami bizonyára lelkesítő hatást fog kelteni. És ezzel egy összehajtogatott papírlapot vett ki a mellény zsebéből, amelyen az ő szép, szabályos betűivel egy vers volt írva. Kérték, hogy olvassa fel, de nem akarta. Majd holnap. A költő egyik barátja, bizonyos Szikra Ferenc Jurátus, azonban véletlenül megpillantja a költemény kezdő sorait, mely imígy hangzott. Rajta, magyar, most vagy soha. Barátom, szólt a költőhöz Szikra. Előbb talpra kell állítani a magyart, aztán rajta. A talpra állás talán elkezdődött. Imádkozzunk azért, hogy talpon is maradjunk. És akkor talán a rajtot is megnyerjük. Áldást, békességet mindenkinek! Liebe polnische Gäste, jetzt singen wir für euch. Voriges Jahr haben wir einstimmig eure alte Hymne vorgetragen. Jetzt klingt es vierstimmig. Wir sind ein Jahr älter geworden. So. Ich schaue.
szélben, szálljon fel az égig. Álljunk meg előttük, csak egy pillanatra, emlékezzünk vissza arra a nagy napra. Az a nap népnek szabadságot adott, mi sem felejtsük el azt a dicső napot. A régi szép est, tündöklő siker, mikor jön egyszer hozzád fogható, dicsőséged az egekig ível, a deszkáidon tetté vált a szó. Igen, az ige testé lett, derék, és lelkes nézők tapsoltak neked, színházi est, melyen, ó, büszkeség, a gondolatszabadság született. Aktoraid, Petőfi, Jókai, Vasvári, Táncsics, és a korai tavaszi mámor sok nagy ifja még. Színésznőd, Laborfalvi Róza volt, ki Jókainak szívére hajolt. Ó, régi szép est, jössze vissza még. Hűs fuvallat lengi át napunk, márciusnak idusán vagyunk. Visszatér egy szellem akkoron, átsuhan vén pesti partokon. Hűs fuvallat lengi át a tájt, átérzünk ott mindent, ami fájt. Magyaroknak sorsa mit hozott? Közben mennyi álmunk megkopott. Talpra magyar, zengnek a szavak, visszhangzanak az ősi falak, hol egykor régen Petőfi szavalt, újra halljuk a nemzeti dalt. Az ős szellem még szívünkben él, mert a magyar mindig hisz, remél. Lobog zászlónk, talpra áll e nép, és lesz jövünk, ami újra szép. Ne tűrjük el soha rabigát, úgy szeressük a magyar hazát. Talpra magyar, suttogja a szél. Van új tavasz, és van új remény. Thank you.
Nem mondom én, előre székelyek. Előre mentek ti úgyis, hősfiúk. Ottan kíván harcolni mindegyik, ahol a csata a legrémesebben zúg. Csak nem fajult el még a székelyvér, minden kis cseppje drága gyöngyöt ér. Úgy mennek a halál elébe ők, amint más ember mennyegzőre mén. Virágokat tűznek kalapjaik mellé, s dalolnak a harc mezején. Csak nem fajult el még a székelyvér, minden kis cseppje drága gyöngyöt ér. Ki merne nékik ellenállni, így bátorságot szívében kihord. Mennek, repülnek, mint a nyíl, s úgy, s az ellenséget úgy vágják, mint a szél a port. Csak nem fajult el még a székelyvér, minden kis cseppje drága gyöngyöt ér.
dass Sie so gut Bartok ausgehalten haben, haben Sie etwas ganz Tolles verdient. Den ungarischen Tanz Nummer 5 vom Tanz. Das vorherige Stück von die Sonatina von Lila Bartok in Leise. Das vorherige Stück war von Béla Bartók, die Sonatine. Und ich habe gerade gesagt, dass Sie so brav ausgehalten haben, diese nicht so leichte Musik, nicht so leicht zu verstehende Musik. Jetzt spielen wir den 5. ungarischen Tanz von Johannes Brahms. Esős szerda volt, sáros és kopár. Ázott tollal búgott a gerlepár, Pest szűk utcáin fröcsögött a sár, káromkodó kocsis, kopott batár, az utcán más nem jár. Pár lelkes fiatal itt mit akar? Nem tudja, hogy sok fizet nem zavar? Mit ér a derű, ha minden szükségszerű, s keserű? Mit akarhat néhány fiatal,
Nem tudják talán, hogy kemény a fal? Semmit sem ér az ember, ha magyar, ha ostoba, ha szeles, fiatal, szegény, buta magyar. Pár lelkes fiatalit mit akar? Nem tudja, hogy sok vizet nem zavar? Mit ér a derű, ha minden szükségszerű s keserű? És mégis, mégis mertek tenni végre, szivárvány csodálkozott a nagy égre, a fásult felhő kifakadt, a véres sortűz elmaradt, s az ég derűs maradt. Még magyar földön nő moha, ezt el ne feledjük soha, a helyzet lehet leverő, jöhet globális túlerő, jöhet sárkány, profitszedő, vagy más emberevő. Még akad bennünk ész, erő, néhány mosolynyi szent jövő és szabad akarat. A fásult felhő kifakad, az ég derűs marad.
Azon a hajnalon valami feltámadt. Kósza szélsuttogott tavasz ímákat. Hagyjad csak minket. Barni, hagyjad. Nem kell minket. Most már jó. Most már jó, csak onnan. Még egyszer. Azon a hajnalon valami feltámadt. Kósza szélsuttogott tavaszi imákat. Szabadság kapuja kitárult előttünk. Hittük, hogy szolganép nem lesz már belőlünk. Azon a reggelen márciusi ifjak szabadság mámoros poharából ittak. Hol nemzet s a haza érdeke az első, örömkönnyeket sírt a márciusi felhő. Azon a szép napon szorgos nyomdászkezek 12 pontot és nemzeti dalt szedtek. Kiszabadult Táncsics, forrong a pesti nép, múzeum lépcsőjén zeng új tüzes beszéd, Petőfi szavalja a nemzeti dalát, küldöttség is indul, nem adjuk mi alább. Bécsnek büszke vára megremeg előttünk, halhatatlan hősök válnak ma belőlünk. Azon a szép napon megtörtént, mit vártunk. Szabadság virága nyílott ki mi nálunk. Illatát tavaszi szelek vitték messze térben és időben, távol, végtelenbe. Lobogjon a zászlónk, virítson kokárda, hadd legyen sorsunknak jobbra fordulása. Magyarok istene, fohászunk hozzád száll, panaszos terhével, mint egy fáradt madár. Thank you.
Márciusnak nemzedéke, legyen áldott az emléke. Leborulva áldjuk őket, az ifjan sírba kerülőket. Könnyes imát mondjunk értük, értünk, ontották a vérük. Hogy utókoruk legyen szabad, értünk, viseltek ők hadat. Harcoltak ők a hazáért, Istenért és szabadságért. Szóljon értük most az imánk, mely a mennybe értük kiállt. Lengedezzél, tavaszi szél, igaz magyar, mesét mesélj! Süss fel fényes hajnali nap, ébresztkessed az álmokat. Élezkesd a virágokat, hadd díszítsék sírhantyukat. Emlékezzünk rájunk úgy ma, mintha utaznánk a múltba. Ott, ahol a hősi fák állnak, adjanak sírjaiknak árnyat. Pihenjenek nyugalomban, magyar földben, magyar honban. Ez az ünnep, magyar ünnep, emeljük fel a fejünket. Legyen méltó hőseinkhez, áldjuk a mi őseinket. Elhangzik a nemzeti dal, mely szemünkbe könnyeket csal. Együtt dobban a szívünk, lelkünkben él az emlékük. Felemelve szíveinket, rebegjük szent neveiket. Isten tartsa meg népünket, hogy maradjon örök ünnep. Nemzeti szín zászló erdő, lobogj fenn a szélben, add tudtára a világnak, övék minden érdem.
tűzd fel! Ne szégyeld! Tedd szíved fölé! Érezd, hogy beléd simul bársony az ünnep köré! Légy büszke! Viselheted hős bélyegét a múltnak! Átöleli testedet, e színek koszorúja! Halld a népet! Ő fia minden szónak vezére! Egy talpra állt nemzet él, ifjúsága kezében. Tűzd fel, ne szégyeld, hord szíved fölött. Túl nagy volt a tétlen csend itt a Kárpátok között. Tört a turáni átok, nem sebez súlyos karma. A legutolsó esélyt minden magyar akarja. Medencényi zászlót sző, e mellekre gyűrt le jelvény, lobogva kér áldást ránk az ős szeretet nyelvén. Tűzd fel, ne szégyeld, szív legyen vászna, benned él a nemzet, s az a kokárda! Minden napot megáldjon a Teremtő, melyben nem ér bennünket semmi rossz, de azt legjobban mind a két kezével, mely téged nagy nap nekünk visszahoz. Igaz, hogy már csak emlék vagy, letűntél, és helyedet rég elfoglalta más, de ami szent, idő nem árthat annak, vallássá lesz, mint a feltámadás. Forró lelkekből fölcsapott az érzés, s a bús országot fény ragyogta be. Önként fakadt föl, mint ahogy tavasszal virágot hajt a föld meleg szíve. Erőszak nem dúlt, bíborvér nem ömlött, tűz nem rombolt, békés ház födelett. Nem lángolt más, csupán a mámor pírja, mint hajnalfény az ébredők felett. Szabadságnapja volt a nap, sugázó, tört láncokon s egyé forrt szíveken. A napnak is van foltja, ám de abban nem volt mocsoknak egy paránya sem. Megváltozott, mint egy varázsütésre az addig önző, törpe lelkű kor. Emelkedett mindenki, félistenné vált a nemes, és polgárrá a pór. Amit matán sokan nem értenek már, vagy nem hisznek, megtörtént a csoda. Nem volt különbség gazdag és szegény közt. Együtt örült kunyhó és palota. Mint a keresztség első századában minden hívő egymás testvéré lett, nálunk is. Azt Jézus művelte, és ezt másik megváltunk, a hon szeretet. Szép Március, ihlesd meg a szívünket, szabadságoddal hadd legyen tele. Reszkessen át valónkon, mint a napfény, mint ibolyáid édes fűszere. Sértés, viszály, gyűlölködés ne bántson, s ha van sebünk, mely fájó tűzzel ég, takarjuk azt el. Egy-egy ölelő kar hadd fogja át, mint élő kötelék. Mindaz, mi szép volt és fenséges akkor, lelkünkre hasson és emelje föl.
Így látva minket még az ellenség is egy percre bár, feledje, hogy gyűlöl. Tanulja meg tisztelni nemzetünket, népünk előtt emeljen kalapot. Testvéri láncban gyertek, ünnepeljük e legdicsőbb, e lánctörő napot. Ifjúság és bölcs vének, halljátok énekét a hős magyar népnek. Ne feledjétek-e dicső napot, ami milliók szívében emléket hagyott. Szenvedő nagyjaink életüket adták, és cserébe gyermekeink a szebb jövőt kapták. Legyünk hát büszkék eme hős magyarokra, emlékezzünk minden igaz szavukra. Adjunk hálát a múltnak, hogy tanított minket, hogy becsüljük a szabadságot, a legnagyobb kincset. Ma még rám a nap is másképpen ragyog. Büszkén vallom magamról. Magyar vagyok. Magyarország, idegen küldött hagyjátok,
az ősünk éve, engedd, hogy bennem éljek tovább. Ahogyan ők élnek bennem Magyarország, milliók áldása szálljon rám. Velem az ősünk éve, engedd, hogy bennem éljek tovább. A holnapon rejlő bizonyosság, milliók áldása szálljon rá. Végezetül énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Isten add meg a
Csupán néhány másodpercig rabolnám a türelmeteket. Helyet is lehet foglalni, és igyekszem, hogy nagyon gyorsan fogok köszönetet mondani, viszont úgy érzem, hogy nem mehetünk úgy el, hogy nem mondanánk köszönetet a mai ünnepi műsor szervezőinek, és itt most legelőször köszönetet mondok Kondor Katalinnak a nagyon tartalmas, köszöntő, üdvözlő beszédért. Örvendünk neked. Köszönetet mondunk dr. Németh Krisztina vezető konzulnak is, hogy képviselte Magyarország konzulátusát, és az ünneplő beszédet tolmácsolta. Köszönetet mondunk nem utolsó sorban Files Zsuzsa professzor asszonynak is, aki újból megszerezte nekünk ezt a csodálatos templomot, ahol valóban egy méltó helyen, egy méltó megszentelt helyen ünnepelhettük nemzeti ünnepünket. Nagyon szépen köszönjük! Kérlek majd, barátaim, hogyha véletlenül valakit kifelejtek a felsorolásból és a köszönet nyilvánításból, szóljatok bátran, és kezdeném, illetve folytatnám a zenei közreműködőkkel. A református vokált Nagy Kálmán kórus vezető vezette, és saját műveket, illetve ősbemutató is volt, mert bizonyára hallottátok, hogy ismerős a szöveg, de ismeretlenül cseng a dallam, vagy egészen ismeretlen szöveg és ismeretlen dallam is volt, mint például az Erdélyi Ima című darab, amit ma énekeltünk. Nagy-nagy tapsot, és nagyon szépen köszönjük a türelmet és a vezetést. És ez alkalommal mondunk köszönetet a református vokál énekének is. Nagyon készültünk erre az alkalomra lassanként egy éve, hogy a repertoárunkon rajta voltak ezek a dalok, ezek a kórusművek, és örvendünk, hogy eljött ez az alkalom. Köszönetet mondunk a Durmolók ifjúsági énekkarnak, a Magyar Katolikus Misszió énekkarának, és külön Geng Ildikónak is a szóló énekét, egy napsunk. Nagy tapsot érdemelnek a további zenei közreműködők, Lengyel Katalin és Joszt Ilona, akik kétkezes, vagy kétbalkezes, vagy négykezes darabot játszottak. Ezt mindig nehéz megállapítani, de csodálatos volt. Nagyon szépen köszönjük Szabó Herména gyönyörű hegedűjátékát. És valóban csodálatos volt hallani Kis Réka énekét, dalait is. És most jöjjenek sorba név szerint a szavalók és a versmondók. Kérem? Igen, tehát akkor ott mentünk volna. Jó, tehát akkor igen, Balla Feri népdal énekes. Nagyon, nagyon megbújtál ott hátul, ezért nem vettelek észre. Azt hiszem, hogy irodalmi műsor, illetve nemzeti ünnepi megemlékezés aligha jönne létre Medgyesi Irén nélkül. És ugyanúgy Rozsnyai Katalin nélkül sem. Első alkalommal mondott verset egyetlen szemszál basszusunk a református vokálból, dr. Kabai István. Köszönjük Kis Nórának a verseit, szavalatot. Bechtold Róza ismét gyönyörűen tolmácsolta a verset. És nagyszerűen oldotta meg a technikai problémát is. Dunai Márk Bence, Körösi Csoma Sándor ösztöndíjas. És hát ne feledkezzünk meg ennek az ünnepi műsor egyik főszervezőjéről, Szádeczky Kardos Csilla, Körösi Csoma Sándor ösztöndíjasról.
Mert itt nem csak a szöveg és a műsor összeállítás, hanem egy nagyon sok technikai és szervezési, adminisztratív rész volt. És most mondjam azt, hogy énekes, táncos, Berkeci, Barni. És természetesen, hogy nem feledkezhetünk meg a technikáról sem, mert ez is egy nagyon fontos, Ravasz Zoltán hangmérnök, operatőr. És kérném szépen nevezze meg a segédeit, mert te ismered őket név szerint. És mindazokról a szorgos, és a magyar iskolának természetesen a két diákja is, akik az esernyős táncban részt vettek. És nagyon szépen köszönjük a szorgos kezeket, a segítséget az asztalok, székek elrakásánál. Erre a segítségre szükség lesz az ünnepség után is. Az összes résztvevőt, fellépőt, miután itt eltakarítottunk, szeretettel várunk benneteket a Prizing Garden nevű vendéglőbe, itt, ahogy mindjárt kimegyünk, lenton fél hét, 7 óra körül. Várunk benneteket szeretettel egy ünnepi vacsorára, és természetesen, hogy fő előadónkat, Kondor Katalint is szeretettel várjuk erre a vacsorára. További kellemes hétvégét, szép hétvégét, és lelkiekben felkészülve, Isten áldja Magyarországot, éljen a magyar szabadság, éljen a haza!